Sziasztok! Itt vagyunk a Belügyminisztériumnak az épülete előtt. Ugye ez a csodálatos minisztérium fel az oktatásért, és azért jöttünk ide a 10X-es kollégáimmal, hogy tiltakozzunk az ellen a pofátlan jutalmazási rendszer ellen, amit a tavalyi év végén, 2021-ben valósított meg az Orbán kormány a közoktatásban. A Klebersberg központ, azaz a tankörletek központja előtt állunk fiatal Momentumos társaimmal. A diákok hónapok óta ellenállnak, tüntetnek, élőláncot szerveznek, a belügyminisztérium előtt virrasztanak, ülősztrájkolnak az iskoláink válságos helyzete miatt. A tanárok kirúgása, a megalázó bérezése és az egyre súlyosabb tanárhiány a legfontosabb problémák között vannak. Mindeközben Orbán Viktor és Pintér Sándor gondoskodnak arról, hogy a tankerületi vezetők musásan meg legyenek fizetve. Tudni kell, és sokan talán már tudjátok is, hogy a tankerületi vezetők milliós jutalmakat kaptak, miközben a felügyeletük alá tartozó pedagógusok semmilyen évvégi jutalmat nem vihettek haza. Ez teljesen elfogadhatatlan, hiszen pedagógusoknak annyira alacsony a keresete, egy kezdőpedagógus 200 ezer körül keres, és ennek ellenére még a tankerületi vezetők amúgy is magas fizetését honorálta a kormány egy jutalommal, a tanárok pedig semmilyen extra jutatást nem vihettek haza. Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ vezetője tavaly év végén 1,7 millió forint jutalmat kapott. Mindeközben a pedagógusok az épér mellett egy marék szaloncukrot, jó esetben egy rúd beiglit vizettek haza munkájuk elismeréseként. Nem is csoda, hogy ennyit kell fizetni Hajnal Gabriellának, ő ugyanis pár évvel ezelőtt, kormányzati kinevezését megelőzően, még ugyanazokat a problémákat sorolt a szakszervezeti vezetőként, amiket ma a tüntetők, alacsony bérek, elavult tananyag, túlterheltség, stb. Sőt, tüntetésre, a kormánnyal szembeni kiállásra buzdította az embereket. És egyébként nem csak a tankerületi vezetők, hanem a minisztériumi államtitkárok is milliós jutalmakat kaptak, úgyhogy azt látjuk, hogy az oktatás vezetői dőzsölnek, és addig a pedagógusok, akik a gyermekeinket tanítják, semmilyen érdemi jutatást nem kapnak, és a munkájukat nem becsüli meg az állam. Ezért is akartuk, hogy mindenki szembesüljön azzal, hogy miközben a pedagógusok ébérért végzik hivatásukat, Orbán Viktor arra hivatkozik, hogy nincs pénz a kasszában, valahogy a pedagógusokat ellenőrző, felügyelő, néha-néha kirúgó tankerületek vezetőinek milliós jutalmára mindig futja. Ez égbe kiáltó, ez igazságtalanság, és szeretnénk, hogy ezt Pintér Sándor is lássa munkába menet, ezért itt fogjuk neki hagyni a minisztérium ajtaja előtt ezt a molinót, hadd lássa, amikor bejön, és hadd szembesüljön ez az igazságtalansággal.